Save those people. I am going to save those people. Yes, people. Yelena called. I am saving the people. Let's do this. Get in. De amúgy tudok helikopter vezetni, nem kell nekem egy ilyen... Hivat tanácsokat azért elfogadhatnál azzal a gumicsizmával, de mindegy. Na. Ennél az én utazási módszeremnél már csak ez kényelmesebb, visznek. Kán. Get me as close as you can. I did my basic service as a pilot a couple of years ago. I got kicked out for calling the captain a come mierda. Hello? Are you from Indy? I of the ground forces. Turns out drill sergeants don't like getting punched in the throat. Good to know. I never seen you before. When did you join La Moral? Did you try turning it off and on again? La Moral. I'm doing this rescue as a favor. I'm with Libertad. What can you tell me about La Moral? You know that village? They call it Maldito. That the real name? Yeah. Some Spaniard named it back in 1490 whatever. Back in 1490 whatever, ago, yes. Admiral Benitez very good decided helicopter, to make it illegal yes. to go to the water and fish. Go to the water the and fish. Protested. Very big fish, yes. Benitez executed half the town. So what does La Moral do? They tracked and killed every last soldado who did the executing. Kicsit. And I'm not talking about guerrilla ambush jungle shit. I'm talking about guerrilla. Following them to their homes and slitting their throats while they're... Kérlek szépen 5 csillagra értékelj, hogyha tetszett neked helikopter fuvar. Köszönöm szépen. Nyugi! Nyugi, nyugi! 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 Family's asleep. Assassin shit. These kids are smart, coordinated, and cold-blooded. Sounds like it. That's shop pass. We keep tabs on military convoys passing through there and report them to La Moral. Seems like they run a tight operation. These kids are on the ball. Yelena is more organized than the military. La Moral's got our back. When Admiral Benitez started getting rough with our families, La Moral got rough back. Killed any soldado who dared to step foot on our lands. Pretty soon, they stop coming. Csipos mehet bele? Oda megyünk a hajóra, gondolom én. That's the ship! I can't get you any closer. This is great! Gracias, mi amigo! Good luck saving those people! Kösz, cső! Azt fizetni ki fog. Aha, azt nem lett jó kiszámolva a leérkezés, bocsánat. Nyugodjunk meg egy picit. Hallottam, hogy toporognak. Az a hajós misszió az elején sem ment túl flottul. Mi az Isten pöcs? Haló! Honnan tudják, hogy hol vagyok? Ott azt mindenki látta? Mi az csak csúszdázott? A pantallóját neki. Gyere, mász föl! És nem mászol föl? Hello! Itt vagyok! Jó körbe mentem. Kapta. Így akartam. Nyomjuk akkor már a pisztolyjal. They put some of our fighters in a container over the hole. Take them. Stop!
Szétszedtük a riasztókat. Fú, de hogy darál ez a pisztoly? De ott kire lősz, haver? Ezt se tudod mi. Akkor ezt megbeszéltük. Már kiszabadítottam őket. Ja, még páran vannak lemmi. Loot. Loot. Csak ezért jöttem le, nem az emberekért. Mégse itt vannak. Lehet, hogy csak le kell lőjem a maradék katonát? Na, valamit mondott a fiatalember, csak nagyon verekedősbe voltam. Meg kell őket vigyem a kopát erre? Szerintetek? Ja nem, aha, be vannak zárva. A konténerbe. Na, bocs, csak pont nem figyeltem, hogy mit mondott a csóka. Mert elkezdtek lőni hátulról. Addig azt a gaszolínát felveszünk. De hogy még ki is kell engedjelek titeket? Tessék, gyertek, cső! Yelena, I'm on the ship. I freed as many as I could. Hang tight. I am sending boats and backup. Gracias. Ajaj. Na most miért riadó szólalt meg? To the fake Yeren terroristas, I have you right where I want you. Jön Benitez kisasszony. At this very minute, military forces are heading to your position. Na gyertek, bazd meg. I recommend laying down your weapons and taking one last look at a nation that does not want you. Instead of peacefully serving Yara as outcasts, you will die. Ez Admirál Benitez bedurrantott. Süllyedezünk! Nincs energia! Az nem volt jó. I need cover. Na. Hát még kezdő vagyok. Hajós felszerelésekbe, bocsánat. I've got the missile launcher working. Where are those boats, Yelena? Hát bassz meg. I'm waiting for you to clear the air. Can somebody tell those planes? Jó, lelőttem, én voltam az. Hol az utolsó? Az is itt dobál. Lelőttem? Hű, bassz meg. Droppolnak rendesen. Haló? Azt se látom, mi van. Gonyo. Hát ez beszart a turetem. Aha. Van baj, mondjuk, rendesen. Ezzel nem tudom kilőni. Ja, már el kell menjek hajóval. Jó, jövök! Jövök, csak alulról mászok be a hajóba, ez egy különleges katonai technika. Au. Mehetünk! Na, csapassad már neki! Az Isten, megszállok a Gunnerbe, menjél már! Na, haladjunk, gyerünk, mehet! Gáz! Gáz! Jobb lába gázom, bal lába jobbon, gyerünk, haladjál! Azért meganimálhatnák, hogy elsüllyed a hajó. Nem kerül az olyan sokba, a Ubisoft! Bohattul nem fog elsüllyedni nyilván. Há, a parti őrség. Jól célzok állítólag, nem? Miért levitek szét az aknákat? Fogadóbizottság. Azt szépen kiparkoltatok. Nézzek, a fele meghalt, bazd meg. Azt igen. Megáldott az ég a tehetséges lázadókkal.
most kezdtem megunni a faszakodást, akkor jó. Betöltve! Aki túlélte, túlélte, aki nem, nem. Kész vagyok. Defend the guerillas. Hát mind meghaltak, ki defendeljek? Hát fölrobbant az összes. Hát a feleve eleve fölborult a hajóval. Ja nem, itt ketten túlélt. Nem, négyen túlélték. Yelena, it's Dawn. Your people are safe. I heard. We even for the supplies? Fuck yeah. Need me for anything else? I have to talk to Gilberto first. You'll be hearing from me. You got my number. Gracias. You're not so bad, Annie. But you better keep an eye out. If you weren't on Admiral Benitez's radar already, you are now. Welcome to the real El Este. Dani, how is my legend? Getting old a bit too fast, if that's what you mean. I should head back to their camp, see what else I can do. I never promised an easy fight. Just the right one. Got some intel. What do you got for me? La Revolución might not have many friends around here, but it has enough. One of the coconut roasters nearby has supported us since the beginning. We haven't heard from her in a while, though. If you happen to swing by her place, see if you can find her. Muchas gracias. Egy treasure hunt missziót kaptunk. Jó. Még Konabadban vagyok. Ezt megvárjuk, még elmúlik. És akkor elvileg mehet az El Tigrés misszió. Rides, mit kaptam? Ja, kaptam egy új szalmak alapot, igen. Oly mindegy amúgy, hogy melyiket rakom oda ki. Na, megyünk Janihoz vissza. Kombat? Milyen kombat? A fa kombat. You got this. Köszönöm a biztató szavakat, kedves útonállók, útrakelők, barátok. Ne, ez a sziklarobbantás az előbb az ki volt számolva, ne aggódjatok, srácok. Mint mindig minden. Hogy állok nyersanyagokkal? Na, a kantina 3-as szintű, az meg lehet. Sniper suit, speedy spaghetti. Micsoda buffos kaják, amiket sosem fogok használni. Oda nézzél, micsoda cégér lett. Na. Egy rendes kifőzdét fölépítettünk. Lorizo, come here. Refined flavors. Clara, I've met La Moral. Why didn't you send me to them first? La Moral? Last I heard they were a small group. Várjatok, ma vissza fog menni a La Moralhoz szerintem. They're doing more fighting than the legends. Okay, but watch your step. La Moral has a bad rep and I don't want Libertad's name to be dragged down with them. I'll keep my eyes open. Ja nem. Csak annyit, csak Clarának elmeséltük, hogy találkoztunk velük. Ja. Szevasztok, dominósok! Ja, erre mondtátok az easter egget. Igen, azt már láttam, hogy a tévében az összes izé boss megy, de azért, mert tudjátok, lesz content az előző játékok bossairól. Ha néztétek annak idején a bejelentéseket. Na, Bebe Tigre! Those medical supplies will put a lot of guerrillas back together. Gracias. Lucky appreciates them too. Even if she doesn't show it. And bringing La Moral was smart. This camp needs young blood. Shakes things up. Now we need to work on Lorenzo. Lorenzo. The abuelos out there hang on his every word. Honron said Lorenzo should visit a Biovira facility. But getting Lorenzo to do anything is like pulling a tank through the mud, sideways. I'm going to give him a little reminder of what we stood for. And you are going to bring the Biovira to him. All you got to do is tiptoe in, take photographs of anything suspicious, and get out. For a so-called research facility, they have way more guns than lab coats down there. They're hiding something, Baby Tigre, and we're going to slap Lorenzo in the face with whatever it is. Na most akkor meggyőzzük a másik öreget. No, Lorenzo Lamas. Ahhoz pedig egy Biovita facilitásban kell fotókat szereznünk arról, hogy mi is folyik ott pontosan.
Úgyhogy fotográfiázni megyünk. Előtte megnézem a Shotira szupresszort, mert már többen csaholtatok a cseten cserény személyemmel. Nagyon ráizgultatok a Shoti hangtompítóra, úgyhogy fölrakjuk. Igen, Miucci. Fölvettem a Miucci, mert ma nincs itt a vid, úgyhogy megünnepeltem ezt, tudod. Shoti. Shoti. Szupresszor. Melyiket kúrancsuk rá? De amúgy ez statban jobb, mint ez. Mert ez csak leveszi a stealth-et. Mondjuk ez baszóban néz ki. Tegyük rá a legdrágábbat, érted? Nem spóroltam semmin, oda néz. Úgy. Na. Jó. Oda megyünk, mehet az airdrop. Pörgessétek addig a fightot a chaten, srácok. Míg én Nagy Jocónak nagyon szépen megköszönöm az 50 csírt. Szia, Zsola. Szép nagy ültetvény. Ahogy azt ugye egy klasszikusban mondják. Hát elvileg ide be kéne lopakodjak. Ha minden igaz. Ja, az nekem jól megy, azt tudjuk. De ne arra, de hát nem arra nyom, de az... Taking photo, search ability, evidence, use X to take out your phone. Jó. Nem egészen így... Miért vagyunk szább módban? Azt valaki tudja? Mi történt? De púcér vagyok? Vagy mi történt? Miért voltunk szább módban? És aki felrakta a szább módot, miért nem vette le? Hú? Az akadozás az 20 perccel ezelőtt. She's a girl from the fishing village. Used to bring us food and supplies. Lorenzo used to tease her for her tattoos and her crazy hair colors. We loved her visits. Until one day she told us she had some good news and said she'd be leaving Yara. That was the last time we saw Gabriella. My neighbor thought he saw her at that Biovita place. Tattoos and colorful hair. I'll keep an eye out. Gracias. I'm worried something terrible has happened. These people... Annél azért mondjuk egy fokkal csendesebben is meg lehetett volna ezt oldani. Jó. Inga. What the... Inga. What the fuck are they doing to these poor people? Dead! Ha azt hittem, ellövünk kettőt egy lövéssel, de nem. Közben Chorizo azért szorgosan jelölgette itt a lootokat, nagyon helyes. Ebben mi a bizonyíték? Ez csak fékjelölés volt szerintem. What is that red smoke? Ja, ez az. Várolog a vízből a red smoke. El kell menjek a víz alá? Ja, föl kell mászni a toronyba. Carajo. So many dead bodies in the water. Nem tudok kimászni, need to take a picture for Lorenzo. Ja, hogy vannak halottak a vízbe? Jól értettem, hogy azt mondta a kislány? Rosszul értettem. There's something under the water. What the fuck is in the lake? De hát itt nem tudok fotózni. Ja, hogy így, ja, hogy pont lefizeltük a vízszintet. The
think I'm going to be sick. Hullákat ide dobálták. Fucking monster. I need more pigs. Na, na. Tök jó lenne, ha kiugranál, tökre komolyan. Pinga. So many. A parkour detectionnel azért van bajom a játékban. Mikor kapja el a szélét a tudnak, meg mikor nem. Ez elég véleményes. Tudom, hogy nagyon jó fotós vagyok, köszönöm. Sokat gyakoroltam. Buenas noches. Buenas noches. Kedvenc zenészem Csocsesz. What is going on here? Sok loot van benne, azt rá kell menni. Sounds came from in there. Yara will only shine when it is united under one philosophy. And don't Stay alert, we're not shit! Ayúdame! Pusoljál, légy szíves, köszönöm. Inga! Quiet, they're still close. She was just there! As a true Yara shoot, they all... Azt mondta, hogy get fucked. Donde te escondes, escondes mondes? Úgy szeretem, hogy ilyen jókat mondanak. Na, megvan a kulcs. És most bejáratot kéne lássam. I've got a bad feeling about this place. Life's on. I've got a bad feeling about this. Fat Lou. Fat loot mindenhol. Mindig a medicínából szedek föl ennyit amúgy. Mi ez a kijárat? Várjátok. Na mit üzemeltetnek itt, kérem szépen, tessék mondani. All this bullshit about treating cancer. What are they doing to these people? Ha. This should be enough to convince Lorenzo. Hát nem épp kezeléseket végeznek az embereken. Vagy hát valamilyen kezelést végeznek tulajdonképpen, csak nem tudjuk, hogy mit. El Tigre, I got the pigs. You won't believe what they're doing to our people. It's horrific. I believe it. But it's Lorenzo who needs convincing. And what about Gabriella? I don't know what to tell you. Hát tulajdonképpen kísérleteznek az emberekkel itt, hogyha jól láttam. Jó. Befotóztuk, hogy micsoda disznóságok működnek erre felé. Jó hétvégét, Effi csöcső. Úgyhogy most megmutatjuk a táborban a bizonyítékot. We were just kids, El Tigre. No, a régi fotókat né. Lorenzo. Aspect ratio. I took pictures of that place. Valami gond van, ha kicsit szét van húzva a kép. Swipe to the left. They look free to you. Merda. This is what Libertad and La Moral are fighting. You can hate us, but at least we're doing something about it. No one deserves this, Lorenzo. This is happening all over Yara. You just can't see it from so high up this mountain. I can't look at this anymore. I didn't vote for Castillo. The war is over. So that was a waste. Hát ez nem jött be. Shoot the tree. Mindenesetre legalább felzaklattuk Lorenzót és szembesült egy kicsit a valósággal, hogy nem ülhet tovább a babérjain. Jó. Nyilván két küldetésből nem sikerült meggyőzni mindenkit, hogy csatlakozzanak hozzánk. Ura is lett volna. Viszont kapott egy mellékküldetést itt, Lorenzo Lamas. Hogyha akarjuk jobban megismerni a történetét, és visszahívtak minket a másikok. Jól elmondtam, nem? Hogy kik? A La Madrugada dos Santos de Moreira. La Moral, az.
Közben pont csörgött a telefon, miközben gyors utaztam, máhogy a karakternek. Na. Danny, come back to El Agujero. Most mondja a kislány. We need to rally our people and talk next steps. Dale. Dale. Pitbull. Trio 5. Mr. Worldwide. Vágom az összes Pitbull számnak a szövegét. Ez most mondtam el őket. La Morale. Megyünk vissza a tetyákhoz. Lázadó tetyákhoz. És akkor segítünk tovább nekik. Járási tilalom van, reméljük ez itt nem zavarja meg a dolgokat. Nem minden kell bemenni. Ne vegyél észre, légy szíves, köszönöm. Haló, sziasztok. Na, hacker kislány, mondjad, Mizu. What's happening? Meeting on the mound. Some of our friends want to be early. Okay, listen up. This isn't worth killing for. Sure as hell isn't worth dying for. We're young. We should be out there drinking and fucking and skipping school. Woo! Our parents and grandparents already stole our future. Igen, ők mind ilyen nagyon fiatalok. That's what I used to think. A gimis lázadó. Then one day, Admiral Benitez walked into my classroom with a gun. She called on your name, you came to the front. One by one. Alvarez. Bermudez. Carrillo. The Admiral read their crimes. Protesting, handing out pamphlets. Érdekes névsorolvasás volt pisztolyjal az iskolába, azt meséli a kislány. Jimenez, Peña. I learned a lesson on my last day at school. You can either be on the right side of history or the wrong side of Castillo's guns. Wise words, young area. Hoppa, megjött el tigre. New members? Depends. What? Is there an age limit? I will bleed for La Morale. If you take me. Na, el tigre csatlakozik a fiatalokhoz. Igen, ez jó volt. So how do we take out the admiral? Csatlakozott az öreg. The first step to victory. The Grand Hotel, Danny. That's the key. I got a convoy I like to make friends with. No, we need Carlito. Push-ups never lie. Carlito. Az öreg bemelegít, igen. You na, just cut your hand open. Áttelepült. You sure doing push-ups was such ide. A good idea? What can I say? Your little speech pumped me up. See? Áttelepült ide mindenki. Úgy néz ki. És akkor innen lehet szervezkedni. Nagyon kell vigyázni itt kint az éjszakában, még helikopterek is vannak, mivel hogy nem tudom, hogy tudtátok-e, de ebben a kisvárosban itt kijárási tilalom van. Kijárási. És még csak 30 éves vagyok. Mennyire jók lesznek ezek a streamek 20 év múlva, amikor 50 leszek. Tehát, hogy... Oké, Nessai, a következő sört te fizeted. Srácok, ha így reagáltok a vicceimre, akkor új frakció nevet kell adjak a pingvinek helyett. Az lesz a nevetek, hogy elszomorodtak. Ti lesztek a cseten az
elszomorodtak. Ez egy spanyolos. Nem? Na, jó. Nem. Na. Mind a három ugyanaz a küldetés, vagy mind a három külön? Félix, hogyha csinál ebből majd klipmontást, akkor külön lesz egy Nessai Sovic szekció. Knuckleball, room service, jó, mind a három külön küldetés itt. Nice speech, Jelena. Let's go, Danny. We need to talk. Nem, semmilyen favor. Csináljuk el Tigre misszióját. I like these young areas. They remind me of, well, me, only smaller. And it's going to take a lot more than a basement full of little me's to win this war. The time has come, baby Tigre. We need Carlito. The fifth legendary member of the 67 Revolution and the toughest motherfucker I ever knew. Soldados would piss their pantalones when they came face to face with him. You know the expression, two birds with one stone? Well, Carlito once shot down two planes with one bullet. Huh. He is a national treasure. That was before he retired and went to work in the museum. The regime has put him in a cage to be insulted by filthy true Yaran turistas. His true destiny is on the field of battle. I'll meet you at the museum. Together, we will free Carlito from his prison. Srácok, ne lázadozzatok már a cseten folyton a szóvicceim miatt. Mit akartok csinálni? Eljárást indítotok ellenem? Na, El Tigre azt mondta, hogy egy régi barátját ki kell szabadítsuk a fogságból, akit úgy hívnak, hogy Carlito. Úgyhogy egy újabb 67-es veteránt kell megmenteni. Castillo has many bullets, but we will have If you're going to the museum. Azt akarjátok mondani, hogy a vicceimért jár a pont? Látszik, hogy a heti streamek utolsó fél órájába értünk. Nagyon péntek van. De persze amúgy mindenki velem gecizik, hogy vállalhatatlan a stílusom és nézhetetlenek az adásaim, meg cringe vagyok, meg minden, de valójában az összes vicc a chatről jön, bazd meg. Aztán minden izé, minden rant videó rajtam veli el a dolgot, közben tőletek jön az összes hülyeség. Ezzel nem engem járattok le, hanem magatok. Na, fejezzük be, jó? Nyugi, sok volt. Szabadítsuk ki Carlitot. Útközben meg ezt a checkpointot felszabadítjuk. Ha így folytatjátok, a járási bíróságon találkozunk. Na, nem vicces, jó? Nyugi. Takarék HST kiváltotta viccként a vicc jutalmat, de már nincs mire. I wonder if that place even has records of Castillo's war crimes.
There's the officer in charge. There's the officer of charge. Ezt a Lieutenant Rosales szerintem már négyszer megöltük. Néz ki az ablakon, hogy ott vagyok-e? Ott voltam. Spoiler alert. Ott is voltam. Ezek szerint ott volt fönn a katona, mert a minimapról eltűnt a piros. Kutyádat sétáltatod? Ah, mindjárt megvan a 14-es szintem. Nearby before the military took it over. Now they use it to land and fuel up choppers. You could probably wander through most of the park without being caught. But once you get to where they keep the choppers, stay sharp. Thanks. Thanks. Hey doggy. Hey burrito. Még egy gunpowder. Az kisasszony annyira lelkes, még egy infót mondja, nem? Itt benn van valami. Körkép. Amúgy ezt tetszik ez a metódus, hogy ezekkel a felkiáltó jelekkel, információszerzésekkel, szóbeszédekkel jelöli be nekünk a térkép ezeket a bázisokat, meg checkpointokat. Szerintem ezt tök jól megoldották amúgy. No. Konuko. Jöhet a kiszabadító misszió. Micsoda börtönsziget van ott, vagy mi az Isten az? Mennyi lehetett a telekára ennek a villának itt a semmi közepén? Így kell megérkezni, Sosi. El Tigre. I'm at the museum. So am I. If you want to see photographs of us when we were young and dumb, put your gun away and walk in like a turista. Ja, turistaként kellett volna besétáljak? Is Carlito a fucking tank? Por supuesto! What were you expecting? He's Carlito! Carlito... a tank. Tehát a tank, a 67-es lázadó, akit ki kell szabadítsuk. Ő Carlito. Csak hogy mindenkinek világos legyen. Valahol van egy fegyver. Lent? Aha. Azt vinném. Na. Halló? Ez az. Noblesse Oblige. Milyen szép neve van. Csókol... Ja, hogy igen, ez egy múzeum. Igen. Okay, careful, Danny. Ja, még az utolsó katonát azért elintézném. Ha tudnám, hogy hol van. De valahol alattam van, szerintem. Ja, nem itt van. Jó, meg még egy van a túlszárnyom. Nem ott volt. Lower that weapon! I've got the gun! You take the wheel! Get us out of here! Jó van, mehetünk. Carlito's busted. I can't exactly carry him out of here. He just needs a little love. El Tigre and Carlito together. El Tigre and Carlito together again. Jó. El Tigre, jump in the driver's seat. I've got the gun. El Tigre, lőjén vezetek. Baby Tigre, let's go. Fix up Carlito and blast off the gate. Like. Na gyerünk, Carlito.
rá van írva a csövére a neve, hogy Carlito. Az a patkába elakad, faszatan. Oké. Én csak követem az utasításokat. Ezt hogy talált mellé? Na, mint hogy nem talált, érted? Várjál, Balos, Balos! Hoppá! Nyugi! Jó a fel... Hány helikopter van, az Isten áldjon meg! Na. Oh, shit, yeah! Shit, yeah! Visszük a The Jungle-ba a tankot! Kerülünk? Azok elkezd sztorizni az öreg. But I'm busy right now. Yeah, you're right. Carlito must have his revenge. Vamos! Azt a rohadt, nem látok semmit a robbanásoktól. Carlito, nothing can stop us! Hoppá, várjál, bocsánat. Nem olyan egyszerű itt navigálni, jól vezetek amúgy, abszolút mindig. Hoppá. Jó, az elment. Várjál, nem tudok egyszerre lőni is, meg vezetni is. Carlito's pretty old and taking a beating. Is he even going to make it? Carlito's the one who does the killing, baby Tigre. No one can kill Carlito. Jó van, Carlito sebezhetetlen, reméljük. It's going to be on the right. I think Carlito's my new favorite legend. I'll pretend you didn't say that. Amúgy a tanknak a HP-ját hol látom, srácok? Segítsetek már. Na ott jobb oldalt... Egy narancssárga nyíl van. Na megérkeztünk a titkos barlangjába a lázadóknak. Megtaláltuk a Minecraftban a lázadók titkos barlangját. Ez az. Carlito! Kivezetett, ha tankon álltam. Csókolom! Az oldalán strigulázzák, hogy hány dolgot lőtt ki. Mik ezek az emberek? Még több öreg? Az a barátunk. Lorenzo Lamas, igen. Lorenzo, you came. What the fuck is he doing here? I wanted him to see Carlito for himself. Mi compay. How many years since you've been down this mountain? Too many. Carlito and I, we have a lot of good memories. Time to make some new ones. You should join us, hermano. Csatlakozz te is, Lorenzo Lamas. War is over. When we are all free. Sí! Sí! Ez az, ő is, őt is meggyőzte. Come on, it's gonna be good. I'm good. Come on! Come on! Semmi nagy ölelés. Egy olajcsere ráférne, igen. Többek között az öreg Carlitóra. Jó! Na, győzködjük a veteránokat. És ott a max szint, 14-es. Danny, we need to talk. It's about Castillo. Comandante. It's also about Libertad. It's about everything. Okay, Clara, shoot.
No, not like this. Ah. Come find me at the Esperanza School for the Lost. Clara beszélni akar velünk. Yeah, you could say that. Valami nagyon fontosról. Danny, make sure you're alone. No Juan. Egyedül jöjjünk. Oké. Okay. Clara találkozni akar velünk privátban, hogy valami nagyon-nagyon fontosat megosszon velünk. Ki tudja, mi lehet az? Talán a játék egész története megfordul, talán a sorsunk is megváltozik? Danny, we need to talk. It's about Castillo. It's also about Libertad. It's about everything. Okay, Clara. Clara ezt el fogja mondani nekünk jövő héten is. Még egyszer. Srácok, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok egész héten. Jövő héten megpróbáljuk befejezni majd a játékot, meglátjuk, hogy ez reális-e, vagy hogy hogy haladunk. De én borzasztóan élvezem, úgyhogy ha nem fejezzük be, az se baj. De hát közelít a következő végigjátszásunk azért a horizonton, bekúszik már, ami nem nehéz kitalálni, hogy a Galaxis őrzői játék lesz, ami 26-án jelenik majd meg. De addig még van időnk bőven kényelmesen Far Cry-ozni, úgyhogy jövő héten is ezt fogjuk tenni. Én nagyon szépen köszönöm tényleg az egész heti figyelmeteket, mindenkinek a támogatást, hogy ilyen sokan itt voltatok, és együtt élveztétek az elképesztően humoros adásokat. Jó hétvégét, és jó pihenést mindenkinek, srácok. Élvezzétek ki a szabadnapokat, és hétfőn találkozunk valószínűleg már délelőtt egy FIFA streammel, aztán a délutánokon pörögni fog a Far Cry. Meglátjuk majd, hogy hogy osztom be az időmet, aztán remélhetőleg egy-két indie játékot is beiktatunk majd, de hétvégén frissítem a menetrendet, valószínűleg vasárnap, ahogy szoktam. Szombaton és vasárnap lesz videó a Nessai és Nessai FC csatornákon, ahogy a Nessai Vodra is pörögnek ki a streamek, mint mindig. Úgyhogy kellemes hétvégét, srácok! Még egyszer köszönöm a figyelmeteket! Szevasztok! Pa-pa! We'll be right back.